Királyhelmec város önkormányzata 2016-ban, Tóth Pál Gyula 2015-ben bekövetkezett hirtelen halála után egy évvel, születésének 75. évfordulója alkalmából hirdette meg első alkalommal az In Memoriam Tóth Pál Gyula című fotópályázatot. A szlovákiai magyar fotográfia legkiemelkedőbb alakja, legnagyobb sikerét a berlini világkiállításon érte el, ahol ezüstérmes lett. Olyan sorozat fűződik a nevéhez, mint az elementáris szimetria, azonban az 1970-es években letette a fényképezőgépet, többet nem fotózott. Lecó Zoltán, a fotópályázat ötletgazdája elmondta, Tóth Pál Gyula emlékét ebben a formában szeretnék tovább éltetni. Tóth Pál Gyulának volt egy olyan álma, erről beszél is az egyik interjújában, hogy szeretne egy Kárpát-medencei magyar fotósoknak fórumot teremteni. Na és hát az végül is, mint sok minden más tervez, nem valósult meg, viszont amikor meghirdettük ezt a dolgot, talán három éven belül sikerült azt elérni, hogy 9 országból volt, nem tudom, 230-240 pályázat, ami beérkezett, és tényleg Bécstől kezdve Erdélyig, a Felvidéktől kezdve budapesti fotósok is jelentkeztek. Úgyhogy ez talán így sikerült megvalósítani ezt a dolgot. 2023-ban Tóth Ferenc Törékeny létezés című képe nyerte meg a fotópályázat fődíját. Ezen túl valamennyi kategóriában győztest hirdetnek, ugyanis a gyerekeket éppen úgy megszólítják, mint a fiatal felnőtteket, de a mai kor technikájához igazodva utómunkával módosított fotó kategória is létezik. A beérkező alkotásokat szakmai zsűri értékeli, ugyanis a szervezők szeretnék, hogy a pályázat méltó legyen Tóth Pál Gyulához. Nálunk ismerettségi, illetve ismertségi alapon nincs díj, nincs elismerés. Nagyon szigorúan, tehát én azt mondom, hogy a Tóth Pál Gyulához méltó színvonalon igyekszünk megszervezni. Ennek aztán vannak is hátulütői, tehát nem tudom, budapesti jó nevű fotós nehezményezi, hogy ő már sok helyen nyert, nálunk meg még nem. Hát, jobb képet kell beküldeni és fog nyerni. A Sátoraljaújhelyben most látható kiállítás, az In Memoriam Tóth Pál Gyula című fotópályázat elmúlt 7 évadára beérkezett pályaművekbe ad betekintést. A tárlat május 31-éig látható a Kossuth Lajos Művelődési Központ galériájában.